Október végén sokan készítenek halloweeni dekorációt, töklámpást, ami ha nem figyelünk oda, akár tüzet is okozhat a lakásban. Akkor megyünk igazán biztosra, ha elemes ledmécsest választunk, azzal ugyanis biztosan nem okozunk tüzet. Látványos, amikor este több száz gyertyaláng ég a temetőben, tűzvédelmi szempontból viszont ez is veszélyes. Ezért érdemes néhány tűzmegelőzési szabályt betartani, az elsőt például még a gyertya meggyújtása előtt. Tisztítsuk meg a sírt és annak környezetét, hogy ne legyen ott éghető anyag, illetve ezeket a mécseseket, gyertyákat meggyújtás követően is mindig tartsuk felügyelet alatt, ne kerüljön véletlenül se éghető anyag a közelükben, amelyből tűz keletkezhet. Minden évben országosan néhány eset bekövetkezik, hogy temetőben vagy sírkertben keletkezik tűzesemény. Sokan nem csak a temetőben, otthon is megemlékeznek az elhunyt szeretteikről. A lakásban történő gyertyagyújtás legalább annyi, sőt több veszélyt rejt magában, mint a temetőben égve hagyott mécses. Mindig előfordul, hogy valamely otthon teljesen kiég, az ott felejtett gyertya, illetve a mécses következtében. Tehát itt is alapszabály az, hogy amikor gyertyát vagy mécsest gyújtunk, akkor ne legyen a közelben függöny, terítő vagy más éghető anyag, illetve kerüljük a húzatos helyre való elhelyezését ezen eszközöknek, hiszen megváltozhatnak ott a viszonyok, és akkor egy elboruló gyertya is akár meggyújthatja a környezetében lévő éghető anyagot. Segíthet a tűzmegelőzésben, ha a gyertyát tűzálló tárra tesszük, és érdemes beszerezni otthonra egy füstérzékelőt is. Bár sok háztartásban nincs poroltó készülék, egy véletlenül elboruló gyertya esetében jó szolgálatot tehet. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki legyen figyelmes, és ha valaki a temetőben tüzet észlel, a saját testi épsége kockáztatása nélkül próbálja meg azt eloltani, vagy értesítse a temető biztonsági személyzetét, és hívja a 112-es segélyhívó számot.